Na szavaztok, folytatjuk az Entropy Zero 2-t. Wilsonnal és az új haverral ott, az új kísérővel. Ja. Van egy autónk. Ugye kettő fegyverünk van, van a gépfegyver és a rakétavető. Anya? Na, ilyen a rakétavető, igen. És mind a kettő fegyverhez végtelen lőszer van, tehát a lőszer miatt abszolút nem kell aggódni. Na! Venture Ghost, új fejezet. Na. Azta, milyen tömegmészállás volt itt! Sok szerencsét a holttest azonosításához. Zó! Miként a Venture Ghost, az hányadik? 1, 2, 3, 4... hát gyakorlatilag 4, de ugye... Ja... És ez az első? Igen, hát akkor ez a negyedik fejezet. Itt vagyunk most. Na. Au! Megvan az SMG! Hey. Oh. Aha. Megvan a rakétavető is. Azért, volt itt valaki. Vigyük oda, mondom, oda, oda, de jó. Senki nem fog válaszolni. Ó. Ez MP5-ös. MP5 ki van maxolva. Nagyon jó. Wow! Jó, hogy ott fönn! Állj, ezt lehet úgy kéne csinálni. Jaj, hadd menjek át!
Lehet az autóval kéne ezeket leszedni. Azaz! Fönn is van, csak innen szerintem nem tudom leszedni az autóval. Azaz, alagút nyitva. Oh. A finomságokat sose felejtsük ott. Hey! Azaz. Leszedtünk mindenkit. Na, most akkor mehetünk tovább. Igen, autónak is van fényszórója. Úgyhogy azzal is tudunk világítani. Itt valami érdekes? Szerintem úgy semmi. De körbenézek. Halló? Csak egy ilyen zombák volt itt, semmi más. Erre. Oké. Szar. Az mindig jó ilyen. Oké. Mehetünk tovább szerintem. Na. Szállj már be. Öjj. Merre menjünk? Szerintem mindegy amúgy. Oh.
Aha. Itt azért én majdnem ráfáztam, majdnem itt hagytam a fogam. Ez kemény ütközet volt azért. Ugye sokan rakétával támadtak rögtön, úgyhogy já. Az meg úgy sebesz, hogy csak na. Mi erősítésünk érkezett meg, de csak akkor küldik, hogyha már meg kipucoltok a területet. Tudod, mit felejtettem el? Egy korábbi területen Wilson-t odavinni a zárhoz. Most jut eszembe, hogy... na mindegy, most már. Nincs semmi élet? Nem már. Semmi HP? Hely, milyen szemétség ez? Ha nem már. Abszolút semmi HP-t nem kapok itt. Hát ez szép. Ez szép. Ajaj, hát így necces lesz a... El kell menni a... generátorhoz, és ott is ki kell pucolni minden, de hát 33 HP-val nem tudom, hogy mire fogok menni. Igen, ezen a területen, nagy nyílt területeken azért leesik a sebesség. Bazd meg. Oké, ezekre nem számítottam. Nincs semmi. Hopp. Erről van szó. Ez már így mindjárt szebb. Ah.
Na! Erről van szó. Igen, pont az ilyen performance problémák miatt, amikor így most így 43-42 FPS-sel megy, pont az ilyenek miatt, ugye említettem egy, azt hiszem még az Entropy Zero 1-ben, hogy lehet, hogy a DX 9-es játékoknál arckamera nélkül fogok játszani, mert ott akkor kevésbé, sokkal ritkábbak lesznek az ilyen performance problémák. De remélem, nem gond nektek, hogy néhány régebbi címben nem lesz arckamera. Végül is ugye, mint a régi időkben, ugye sok évi csatornán nem volt. Ide. Aha. Csak. Így van, az most már nyitva. This is substation Gamma calling workshop. We lost Gatehouse. The Combine will be heading your way next. Are your rocket launchers ready? Workshop, do you read? No. They can't come to the radio right now. They're feeling a little... dead. What? Who is this? Hello? Is anyone even there? Most nem felejtem el. Yeah. Supplies. We can find these rooms all over Arbeit. Maybe you're not as obsolete as the label on your head suggests. There's a label on my head. Forget about it. Label on your head. Oh. Nem tudom elolvasni, hogy mi az. Do you? I don't feel anything from the waist down. Yikes. Wilson, let's see. Mondtam picit körülményes felrakni. Új, köszönöm. Igen, vannak szengránátjaim, de lehet a autó rakétái picit talán gyorsabbak, meg hatékonyabbak. Mert autóval nem tudom eldobni a szengránátokat, ugye? Igen, csak azt nem tudom, hogy arra a hajóra hogy lehet átmenni. Mert ugye hát az ott egy tó közepén. Na, szóval, mindegy, ami ott van, az ott marad. Óvatosan. Zó. Ezt kell itt nekünk ugye kinyitni.
Ha? Először... It's not my prime directive, but it's proven to be a problem. Hát ez csodálatos. Tudunk zutyanni, az oké. Aha. Ja, csak ezeket az izéket, hogy tudom? Köpnek. Na, már mindjárt más. Ezeket a ízeket nem tudom, hogy lehet leereszteni. Door override. Jó? Hát, ja, azt ott nem tudom, hogy lehetne, mert ugye ott meg korlát van, onnan nem tudok átugrani. Ha csak... Forts. Ja. Hát, itt ilyen korlát van, tehát itt nem lehet átugrani oda. Pedig nem lett volna rossz. Muníció szempontból. Na mindegy. Ha nem, akkor nem. Halló? 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 Sőt, lehet, hogy majd a következő epizódokat már arckamera nélkül fogom csinálni. Majd meglátom, majd ezt még letesztelem, hogy mennyit számít. Menj arrébb, légy szíves! Na! Hát nem az arckamera miatt rossz a performance, hanem másik rögzítő szoftverrel, hát ha jobb lesz. De hogy csak az ilyen nagyon-nagyon nagy nyitott tereket nem szereti, ugye? Mert ott
nagyon sok a rajzolási parancs, és hát ugye, mivel ez a motor abban a DX9-es, hiszen hát extrém nagy CPU limitje van. Az még tetézi a bajt, hogyha ugye még több a rajzolási parancs nagy nyitott tereknél. Igen, mint például ilyen helyeken. Igen, igen, igen. Ajajajajajaj. És majd tisztogatnunk kell. Itt nem lehet átmenni, de itt a túloldalon van ilyen vortigont. Basszus, de megijedtem a... Oké. Itt nem lehet egyébként kíváncsiságból, nem lehet átglitchelni. Na, komson, 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 komson. Na, át lehet? Át tudtam glitchelni. Nagyszerű. Hát igen, itt úgy látom főzik a vacsorát. Aha, ott fenn. Nem tudom, hogy mire lövöldöz. Fogalmam sincs. Kéne őt ott leszedni? Meg hol? Nem, még nem. Hops! Ezt nem így terveztem. Hoppácska. Igen, még ugye nem triggereltem őket, mert nem autóval jöttem le ide. Most egy kicsit... Mondhatni, ez kicsit olyan... csalás jellegű. Nem tudtam, hogy ez egyébként lehetséges. De igen, nem így kellett volna lejönni. Nem baj. Szerencsére az ilyen helikopterek ilyenkor ugye a haverjaink, tehát az nem bánt. Nyilván egyszerűbb lett volna autóval, de nem terveztem, hogy lezutjanok. És akkor itt be lehet menni oda, ahol ez egyébként egy ilyen, mondhatni, csapda. De azért megmutatom, hogy miféle csapda. Itt van egy ilyen dög. Igen, itt van egy ilyen dög.
És itt nem szabad beleesni a vízbe, mert akkor az a dög elkap. Zó, na akkor menjünk vissza az autóhoz, mert azzal kell ugye tovább haladni. Aha. Jó, már kezdtem aggódni, nem jutok itt vissza. Hogy hol? Ja, ott hagytam, jó. Szóval remélem, hogy azért nem túlságosan zavaró számotokra, hogy időnként leesik olyan 40-50 FPS közé a képkockos sebesség. Igazából játék közben nem olyan, nem annyira zavaró egyébként. De... azért... várom a visszajelzéseteket etéren, hogy... mert ha titeket egyáltalán nem zavar, ezek a performance dolgok nem zavarnak, akkor lehet arról szó, hogy a DX9-es játékoknál továbbra is maradjon az arckamera. Viszont vannak olyan DX9-es játékok, ahol engem viszont zavarnak a sebesség gondok. De mondjátok el a véleményetek, hogy titeket mennyire zavar, vagy nem zavar. Ha nem zavar, annak én csak örülök. Feltehetek egy személyes kérdést? Nem. Oké. Okay. Ennyi. Danger. No fishing. Hogy mi? Te vigyázzál itten, mert itt ez a köcsög nagy hal. Ezt miért nem lehet? Mindegy. Hey! Ne! A dobozaim! Ne csináld! Ajaj, ajaj! Meg akarom menteni a dobozokat! Na, rosszabbul állok, mint amikor idejöttem. Akkor ott is van egy olyan hajó, oda is át lehet menni. Haj, de csúnya vagy, hallod el, szavasz! Csak itt óvatosan kell ugrálni itt a jégtáblákon. Hogy mondtad? Nézd, mennyi finomság van itt! Oda nézzé! Millió HP! Ajjajjaj! Ó, mennyi lőszar! Minden P5-höz? Te jó ég! Mi van? Oké. Mondtam, hogy vannak szemétrészek. Á, azt hittem, hogy lepottyan a vízbe. Lehet, hogy akkor most az egyszer megmutatom a... Az le is pottyant a vízbe, jó van. Na, kus legyen. Azaz. Ó,
9! Oh. Ilyen nincs. Pedig ez olyan jól ment most. Hihetetlen, hogy másodszorra soha nem sikerül olyan jól, mint elsőre, ez mindig így van, hogyha egy területet meg kell csináljak másodszorra is. Ez fucking unbelievable, komolyan mondom. Ez elég szemét enemy placement mondjuk. Na ezért kell időnként... Van... Jön egy harmadik! Hol a harmadik? Hol a harmadik köcsög? Tudom, hogy jön egy harmadik, az előbb is jött. Mentés. Jó, hát akkor méterenként fogok menteni, hát nem érdekel. Igen, amikor elmentem, akkor mindig sikerül átugrani, ez tipikus. Amikor egyszer nem mentek, akkor garantáltan meghalok. Ez már nagyon jellemző. Igen, a szengránátok néha supply-t is adnak. Na. Hát állj elém! Hát, jaj Istenem! Micsoda alagút, oda nézzé! Ez kemény, mi? Oda nézz! Na, a következő feladat kinyitni ezt a nagy ajtót. Te maradj itt! Na! Na, ez gyorsan ment. És most? Space-time anomalies. That better not be any more clones.
Ez ebben nem sok maradt. És ha jól emlékszem... Aha, és csak itt le lehet menni. Hello? Aztán a másik oldalon is, aha. Ó, xengránátok! Vagy szent gránátok. Ho-ho! Ah, szép, szép. Nagyon szép. Ezeket végighallgatni az ilyen beszélgetéseket, mert elég fontos infók derülnek ki a háttérsztoriról, főleg a főszereplőről. És majd ott is leszünk fenn, hamarosan. Csak. Ó, igen. Benn csak ez zombajs volt. Úgy emlékszem, hogy... Na várjál csak. Gyere csak, Wilson! Te kim maradsz? Csak útban lenne. Úgy emlékszem, hogy itt majd kelleni fog Wilson. Azért sem gyenge ez a terület. Hát mondtam, hogy itt is lesz... Na várjál. Ugye? Ott jöttünk az előbb. Onnan. Úgyhogy most itt vagyunk fenn. De itt kint igazából nincs semmi, csak egy darab életerő csomag. Wow, oda néz, és a tükröződések. Yeah.
Igen! Újra lesz egy kis Aperture rész. Azt hittem, hogy lezutyan. Ez is nagyon szép lesz. Igen, végig kell majd ugrálgatni. És nyilván úgy, hogy nem szabad beleesni a trutyiba. Lesznek itt még nagyon szép dolgok. Gyere csak, Wilson. Mi egy perccel láttuk egymást. You out here in the Arctic, mad as hell. You're on a warpath. You hate everyone you meet, boss. Ez igaz. Ez így van. Szondja, store unknown type of energy can produce. This looks suspicious. Pellets can vaporize. New test chamber element. Prototype 347. High energy pellet. Ugye? Emlékszünk a tetelötetete. Emlékszünk ezekre, ugye? Persze, hogy emlékszünk. Viszont... Én úgy emlékszem, hogy ide, ebbe a tesztkamrába kelleni fog Wilson is. Úgy rémlik. Most nem vagyok benne 100%-ig biztos, bár van több kocka ott len. Nyomunk itt egy F6-ot, így. Most nem vagyok benne, teljesen biztos benne. Hello. No. I don't hate you. Én sem utállak. Good night. Good night. Igen, hát most igen, beindult az antigravitáció. Azt hiszem csak ezt kellett beaktiváljam, ugye? És ez már be van aktiválva, igen. Úgyhogy igazából innen, ha minden igaz, már csak vissza kell jussak, ugye? Plop, 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 plop. Majdnem. Jó, akkor ezt okosabban oldjuk meg. Gyere, légy szíves. Hova tűnt a... Mondtam, hogy kell ide Wilson is. Na jó. Mondtam, hogy kell Wilson is. Jól emlékeztem. Pocs.
You know, I don't really hate everybody. Just, I haven't been given much of a chance not to. You killed a guy earlier and I swear he just wanted to run. Well, I mean, he could still be a threat. Right? Ja, ki tudja. Oké. Wilson, berakom ide, hogy ne szálljon el magától teljesen. Nem. Ja, csak. Gyere, Wilson! Na! Oj! Szengránát volt a zombinál. Csodálatos. De jó, hát itt egy nagy nulla volt. Konkrétan nem volt itt semmi értékes. Hogy is mentem vissza? Várjál csak. Ez trükkös volt. Na. Aztán valahogy... De miért nem ugrasz? Oh, Istenem! Most komoly! I don't hate everyone. Don't name somebody you like then. I like my grandma. Oh, boss, everybody likes their grandma. Nyomtam az ugrást, akkor is nyomtam az ugrást. Hol a túróban van? Igen, az antigravitáció, ez így pain in the ass. Sajnos. Ez borzalmas itt. Rendesen megnehezíti az ember dolgát. Ez nem igaz. Menj már onnan! Útban vagy. Úgyis jó. Na! Hát ez nem volt egyszerű menet. Na! Ne! Ja? Jó, csak visszaemlékezés volt, igen. Na tudod, ott már zöld. Na és mert beindítottuk azt a valamit. Na tudod, az egyik már zöld. Kettő ilyen kapcsolót kell még bekapcsolni. Itt is van egy ilyen visszaemlékezés. Remélem, hogy a lentihez nem kell Wilson, már nem emlékszem, de... Hát a franc se tudja már. És akkor itt lesz majd a... Aha.
Tudod mit? Szerintem az ugrálóst hagyjuk utoljára. Na gyere csak! Egy új játékelem, igen, aki bemegy ebbe a piros részecske mezőbe, az azonnal instant kill, instant halál. Hát igen, csontváz lesz belőle. Úgyhogy erre is majd figyelni kell. Ő már nem olyan hülye. Nem jön be önként ebbe a mezőbe, látod? Látod? Na, jártek. Ostoba zombik. Jártek. Na, jártek. Erre. Erre. Ci, ciao. Cici, ciao. Aj. Szerencsére. Hey! Viselkedj. Szerencsére nagyon ostobák, úgyhogy őket így át lehetett verni. Szavasz! Te is jó hülye vagy? Nem ezt akartam. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy mennyire nehezen akarja felvenni a karakter ezeket a piros világító flareket. Kinkeserves ezeket felvenni, azért... Na, ezt akartam alapból, igen. Na, igaz. Aj. Nézd csak. Ez az. És megszűntek a piros mezők. Kivéve ezt. Szevasz, jó hülye vagy. Jó, megvan a ma... Igen. Olyan egyszerűen nem fogunk itt visszamenni, ha csak... Mi az, hogy nem? I used to hang out with this guy at work.
28. Good guy. Not who I had in mind. Anyway, what kind of parent calls that child 28? He was a cop. That was his number. Just shut up. There you are. Háromból kettő, akkor ide sem kellett Wilson, nem gond. Igen, azzal a kék elektromos köcsöggel még fogunk találkozni. Vele majd személyesen fogunk... Aha, látod, látod? Vele majd személyesen fogunk leszámolni. Jó, viszont egyelőre szerintem itt hagyhatjuk. És akkor megnézem ezt a részt itt. Tudod mit? Oké, itt óvatosan, itt nagyon óvatosan. Jaj! Hát ez csodálatos volt. Csodálatos. Óvatosan tehát. Ez hülye. Szevasz! Oké. De miért nem ugrasz? Jézusom! Miért nem ugrik, amikor nyomom az ugrást? Na, így, igen. De előbb ugyanazt csináltam. Na, jó van, sikerült. Mindjárt megyek oda, csak megvárom, míg ez... Oké? Megnézzük ezt az anomáliát. Hát igen, tudósok voltak itt, mi meglepő módon. És itt a harmadik biztosítószekrény. Ez az, ez is megvan. És... Aha, oda nézze. Something seriously wrong with this place. És mind a három zöld. Na, ez volt a cél. Hey, what the hell is this? Igen. Igen. Közel vagyunk azon... nagyon közel vagyunk ahhoz a bizonyos... Do you like me, boss? What? I knew it!
Hey, don't forget about those Zen grenades. Yeah, dog. Lit. Aha, azt a nagykaput most kinyitottuk, ahol ugye leparkoltam az autót. Hé? Jó. Szerintem rövidítsünk. Várj, itt le tudok menni oda? Nem. Nem, a rövidítés az nem úgy működik ám. Azt hittem, hogy itt van egy út oda, le az útra, és akkor gyorsabb lett volna, de akkor arra megyünk, ahonnan jöttünk. Ez az. Ögy! Na, most jók vagyunk. Halló? Brüm. Oh. Töltőképernyő? Na? Há, igen. Már lehet látni, hogy hol lesz. Általában az ilyen alagutak azok mindig töltőzónák. Exhumation Zone. Exhumálás zóna. Something smells fishy around here. Looks like we're stuck, boss. Maybe we can find a way around to the security room. Let's make it quick. Zó, hát akkor innen fogjuk folytatni, ugye itt kezdődik egy új fejezet, úgyhogy ezt akkor majd a következő részben kezdjük el. Köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett, tartsam legközelebb, és innen folytatjuk, szevasztok!